Csendes Híd című nagyon szép és kedves karácsonyi dal. Tulajdonképpen három akkordból áll, C-durból, G-durból, illetve G7-esből, G-dur 7-esből, és az F-durból. Ezek váltakoznak a dal során is, hogy többnyire a két magasabb húron játsszuk a dallamot, és közben hozzáfogjuk azokat az akkordokat, amelyek éppen illenek, illetve hát amik éppen következnek a dalban. Úgyhogy az első akkord az egy C-dur. Ugye ez az alap C-dur fogás, de a dallam miatt lefogom ezt a húrt is. Ugye ez is C-dur, meg ez is C-dur. Ugye ez egy G hang. Így lefogva, ugyanaz a hangmagassága, mint a legfelső húrnak. Emiatt egy kicsit szegényesebb is lesz az akkord hangzása, mert alapból egy E hallatszik, hogyha nem fogjuk le ezt a húrt, de így G, tehát így G, C, G, C. Viszont a dallam szempontjából fontos, hogy ezt lefogjuk, hiszen a dallamot ezen a húron kezdjük. Áttérünk a rendes, úgymond a rendes C-dur akkordra. Ugye a dallam az ezen a húron szólal meg, ezen a húron kezdődik. Ugye ezt kell kétszer eljátszani, és akkor ezzel a kombinációval ezt el tudjuk játszani, hogy először lefogjuk ezt a húrt. Következő akkord ez egy G-dur, vagy egy G7-es. A G7-es akkord azt így kell lefogni. Csak hát halljuk azt is, hogy ugye ebbe az akkordba lejátszuk, nincs benne az a hang, ami következik a dallamban. A dallamban ugye ez a hang következik, hogy... Ugye kiválasztjuk azt a két hangot a G7-es akkordból, amit le tudunk fogni ezen a két húron, és ahelyett, hogy itt fognánk le a harmadik hangját a G7-esnek, ehelyett a kis ujjunkkal itt fogjuk le, tehát tulajdonképpen a G7-es meg is van a felső három húron, és a dallamnak a hangját pedig itt fogjuk le. És utána jön a gyűrűs ujjunk, amit felemelünk, aztán, és ide leteszünk ennek a kis dallam részletnek a végén. Tehát... Eddig még egyszer. És azután következik tehát ez a G7-es. Itt most jön a idézőjeles rendes G7-es. Vissza a C. Igazából, amikor hát ugye ez a dallam. Akkor csak a felső három húrt pengetjük le, mert ugye ez a dallam. És akkor, ha minden négy húrt lepengetnénk, akkor nem hallanánk, hogy ehelyett. Még egyszer a... Tehát ezt már nem pengettem itt le. Most jön az F-dúros rész. Az F-dúrt azt így kell lefogni. Nem is kell először lefogni hozzá semmit, csak egy F-dúrt simán. És akkor a dallam az pedig úgy néz ki, hogy... Tehát ez a dallam, ezt kell lefogni az F-durhoz. Tehát az F-durt azt fogjuk, hogy... Ugye kicsit pengedhetjük ezt a... Tehát...
az első lepengetésnél egy kicsit erősebb hangsúlyt adunk ennek a húrnak, és utána már csak így kicsit megpiszkáljuk. Mint hogyha egy dallam kíséretnek lenne a része. Ide letesszük a gyűrűsúlyunkat. Lecsúsztatjuk és fölemeljük, így jön ki a dallam. Tehát még egyszer. Visszamegyünk C-durra. Tehát ez a középső része, ami egy F-durból meg egy C-durról áll, az ugye ismétlődik. Tehát ezt kell kétszer eljátszani, hogy... Ezt követi egy G7-es rész. Az elejéről már ismerős volt ugye ez a fogás, amikor a kisujjunkat ide föltettük a dallam miatt, tehát nem itt fogjuk le gyűrűsújjal, hanem itt kisújjal. És utána jön egy nagy ugrás, ahol időbe oda kell érni, tehát amikor ezt lefogjuk, akkor már nagyon készülünk arra, hogy ide érjünk időbe erre az akkordra. Ez egy G7-es akkord egyébként. Ez ismerős lehet, hogy ugye ez a D7-es, D7-es, E7-es, F7-es, Fis-dur, persze durról végig, durról van szó végig, Fis-7-es és G7-es. Azért érdemes ide felugrani, mert ugye itt tulajdonképpen ez a dalnak a csúcspontja, vagy a fordulópontja, ahol ez a dallam kibontakozik. És ezt ugye mindenképpen érdemes itt magasabb helyen játszani, nem itt ennél az alacsonyabban fekvő G-durnál, hanem kebenne. Mind a kettő G7-es. Csak ugye másképpen vannak lefogva. Elbocsánat, tehát G7-es. És a dallamot az első és a harmadik húr ki is adja nekünk. Tehát a dallam az, hogy... Tehát át kell ugranunk a C húrt, és... Jó erősen kell szorítani. Utána megint az elejéről ismert C-dur változat. Ugye itt ez a dallam, hogy ezt hozzáfogjuk. Hát ezt itt hozzáfogjuk még egyszer így. Ezt a kettőt. Tehát akkor egybe ez a rész. Csak a befejező rész van hátra, ahol a C-dur meg a G-dur váltakozik. Ezt úgy érdemes eljátszani, hogy lefogjuk az alap C-durt. Mert ugye a dallam az, hogy... Most ezt, erre ráteszünk egy C-durt meg egy G-durt, tehát... Tehát lefogjuk ezt a... Tulajdonképpen ezt az akkordot állítjuk elő, csak két ujjal a dallam miatt. Másmilyen újrendel is lehet játszani, persze. Tehát elengedjük. Tehát itt csak egyszer pengetjük le a C-durt, és utána a dallamot játsszuk tovább. Megfogunk egy G-durt. És gyorsan a mutató ujjunkat áttesszük ide, innen, így. Mert a dallam az, hogy kell eljátszanunk egy G-dur alatt. Tehát.
a középsúlyunkat, ide tesszük a D-hangra, és már is visszaérkeztünk a C-durra, és gyorsan ide úrunk föl. Lehet a végén játszani nagyon halkan. Még egyszer ezt a kis motívumot. Tehát még egyszer a vége. Tehát nagyon lassan még egyszer az egész egyben. G7-es rész. Bocsánat. Tehát. Boldog karácsony mindenkinek!